Mint ahogy már az Ez történt a héten című összetársunkból hallották a kedves nézők, Terézváros önkormányzata és a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálata TESZ június 12-én ismételten egészségnapot szervez, amelyre ingyenesen lehet jelentkezni mai szakértőnk, dr. Lőrinc Anikó, orfülgégész szakorvos. Nem véletlenül, fókuszban most ez a téma. Szeretettel köszöntöm doktornő, és engedje meg, hogy megköszönjem azt, hogy rendszeresen résztvevője az Orvos Válaszol című műsorunknak, amelyben az egész országból jönnek a kérdések hétfő esténként. Azt hiszem, hogy volt tanúsága a múlt heti élőadásnak is. Mielőtt egy picit a szűrésről beszélgetnénk, elmondaná, hogy milyen kérdésekkel fordultak elsősorban önhöz? Hát mindenféle kérdésekkel fordultak, fültisztítással kapcsolatban, náthával, horkolással kapcsolatban, elhúzódó náthával kapcsolatban, fülgyulladással kapcsolatban. Most a szűrésen, amit az önkormányzat és a TESZ együtt végez, a lakosság jó közérzétének és egészségének megőrzése érdekében, mi az, amire fókuszálnak önök orfülgégészet területén? Tehát mi kerül szűrésre? Mint ahogy a címe is mutatja, a szűrővizsgálatnak fókuszban a fülorgégészeti betegségek, tehát bármilyen fülészeti problémával fordulhatnak itt a szűrőnapra, tehát nincs kiemelten egy szűrési téma, tehát akinek halláspanasza van, nyugodtan jöhet, megvizsgáljuk, ha fülzsírt tapasztalunk, akkor kap előjegyzést fültisztításra, ha nincs fülzsírja, de halláspanasza van, akkor pedig elő fogjuk jegyezni, és akkor vizsgálat után hallásvizsgálatot fogunk végezni, de nyilván ezt a helyszínen nem tudjuk elvégezni, mert ahhoz úgymond csöndszoba kell. Ha valaki tartósan neked, akkor érdemes eljönni. Ha valaki dohányzik és reket, akkor is érdemes eljönni. Gégerák szűrést is végzünk, van hozzávaló jó műszerünk. És tehát most itt gégerák szűrés is lesz? Itt per pillanat nem, de hogyha valakinek ilyen panasza van, előjegyzést tudunk adni, mert az egy olyan műszer kell, amit nem tudunk kihozni. És akkor érdemes azért eljönni. Akinek panasza sincs, de dohányzik, annak is érdemes eljönni. Légúti fertőzések mostanában elég gyakoriak, aztán vannak, akik csak allergiásak, de vannak, akik krónikus légúti betegségben szenvednek. Ezt ki lehet egy ilyen alkalommal szűrni? Allergiavizsgálatot nem végzünk, nem is a fülorgégészek szoktak a tesztben végezni, hanem a tüdőgyógyászaton történik az allergiavizsgálat, de allergiás tünetekkel is lehet jönni, gyógyszerre el tudjuk látni, és majd a későbbiekben az allergia vizsgálatot el lehet végezni. Allergia vizsgálatnak bármikor lehet időpontja, tehát nincs meghatározva télen-nyáron, bármikor meg lehet csináltatni, viszont ha valaki allergiás és gyógyszert szed, akkor érdemes megvárni a szezon végét, mert allergia vizsgálathoz a gyógyszert le kell állítani, és akkor újra visszajönnek a tünetei. Tehát a gyógyszerre tünetmentesítettük az allergiások, viszont allergia vizsgálathoz meg gyógyszert nem szedhet a beteg. Terézvárosban kicsit speciálisabb, vagy más a légkör, mint amilyen mondjuk egy külvárosban, vagy egy vidéki városban. Lehet-e azt mondani, hogy a légzőszervi betegségeink köthetőek a nagyvárosi léthez, vagy sem? Hát nyilván itt a belvárosban szennyezettebb a levegő, mint egy külterületi perem kerületben, de azért az egész városra jellemző, hogy jóval szennyezettebb a levegő, emiatt aztán terhelt az egész nyálkaátja rendszerünk, emiatt aztán jóval több a légúti betegség, és jóval elhúzódóbban gyógyulnak. Tehát míg valaki vidéken meggyógyul egy náthából egy 5-6 nap alatt, itt lehet, hogy egy-két hétig is húzza, és hirtelen vissza tud esni. Tehát egy-két nap jólét után ismét jönnek a tünetek. Mostanában elég sok minden változott az orfülgégészet területén. Én emlékszem, hogy amikor az én gyerekeim betegek voltak, akkor eléggé divatos volt a fülnek a fölszúrása. Úgy tudom, hogy ezt már gyakorlatilag egyáltalán nem csinálják. Hogyan váltható ez ki például? Ma is történik fölszúrása a fülnek, de nem olyan gyakran, mint a régebbi időszakban. Egyrészt korszerűbbek az antibiotikumok, jóval hatékonyabbak, tehát egy gyógyszeres kezelésre is gyógyulnak. Viszont mai nap is szoktunk még fölszúrást végezni, nyilván a
stádiumtól függően. Ha valakinek nagyon tele van gennyel a dobhártya mögötti terület, akkor azt érdemes felszúrni még mai nap is, mert szinte megkönnyebbül. Tehát itt a dobhártya mögötti terület az, ami a gennyel fertőzött és szennyezett. És ez a későbbiekben milyen panasz lehet, hogyha ezt nem kezelik időben, vagy nem úgy kezelik, ahogy kell? Hát ha valakinek középfű gyulladása van, egy-két nap alatt azért tünetek azért szoktak javulni. Antibiotikumot szoktunk adni, körülbelül egy hét alatt meggyógyul. Viszont, hogyha a genny tartósan ott marad a dobhártya mögött, és nem tud kiülni, illetve nem kap megfelelő kezelést, akkor elindulhat hátrafele a folyamat, tehát szövődményeket okozhat, akár a fül mögötti csontra ráterjedhet a fertőzés, akár a agyra, agyhártyára agytájogot okozhat, tehát azért vannak szövődmények középfű gyulladásnak. Emiatt is aztán, hogyha olyan gennyes a középfű gyulladás, hogy tényleg látszik, hogy feszíti a dobhártya mögötti területet, mai napig is föl szoktuk szúrni. De jóval kevesebb szel, mint régen. Tehát indokolatlan esetben nem történik meg ennek a felszúrása. Egy másik dolog, ami most divatos, és régebben nem volt, ugye az orrszívó, porrszívó, illetve láttam már olyan készüléket is, ami az orrt és a homloküreget átmossa. Mi ezekről a véleménye? Mind a kettő nagyon jó. A átmosó rendszer abból a szempontból jó, hogy leviszi a nyálkahártyáról az ott lévő váladékot, polleneket, tehát allergiások is nyugodtan használhatják. Ezáltal a nyálkártya megkönnyebbül, és a utána használt orrcsöppek jóval könnyebben eljutnak a nyálkártyához, és kifejtik a hatásukat, tehát jótékony hatása az orrátmosás. Arcüreget azt úgymond azt nem lehet átmosni így. Tehát csak az orrüreget és az orrgaratot lehet, igen. De miáltal az megkönnyebbül a sok váladéktól, ezáltal az arcüregeknek a kijárata is felszabadul, és jobban fog tudni szellőzni. A porszívós orrszívó abból a szempontból jó, hogy kiszívja a váladékot a gyerekeknek az orrából, és szinte megkönnyebbülnek a gyerekek. Ha mi náthásak vagyunk, nekünk is nagyon jól esik, hogy kifújjuk az orrunkat. Nyilván a gyereknek is jól esik, hogy kijön a váladék az orrából, csak ő persze fél megijed a beavatkozástól, azért szoktak sírni, de utána megkönnyebbül a gyerek. Na most orrszívózás után kell használni mindig az orrcsöppeket, hogy az orrcsöpp eljusson a nyálkártyához, tehát ki tudja fejteni a hatását. A kettő együtt, gondolom, akkor még hatékonyabb, tehát orrszívó, porrszívó, és utána az átmosás, vagy pedig maga az orrszívó, porrszívó. Hát előtte az átmosás, utána szívás. Tehát először mossuk, utána pedig... Tehát először lemossuk a nagy váladékot, utána pedig jól kiszívjuk az orrból. Nem nagyon kellemetlen? Nem szokták mondani. Én ugye most fölnőttekkel találkozok főleg, de a fölnőttek nem szokták mondani. A másik, hogy a orrszívózást azt általában gyerekeknél szoktuk. Orrátmosás lehet gyereknél és felnőttnél is. Mert utána, tehát nyilván egy orrmosás után a felnőtt, az ki tudja fújni az orrát. Tehát a porszívózás, vagy az orrszívózás porszívó, porszívó az inkább a piciknél, igen, akik nem tudnak orrot fújni. De az a orrhigiéne úgymond, tehát hogyha jól ki van tisztítva az orr, az egy fél gyógyulás. Tulajdonképpen ez a higiénia, ez egy kulcsszó, mert az egészségünk megtartásában nagyon nagy szerepe van. Közben mondom, hogy tulajdonképpen a doktornővel az apropó az, ugye, hogy a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat szakemberei fókuszálva az orrfülgyégészetre 12-én várnak minden terézvárosi lakost ingyenesen szűrővizsgálatra. El tudja mondani, hogy még milyen szűrővizsgálatok lesznek? Igen, a szűrővizsgálatok több asztalnál történnek. Lesz vérnyomásmérés, lesz vércukormérés, koleszterinmérés, akkor lesz ugye fülorgégészet, akkor kardiológus kolléganő szokott még kint lenni. Testzsírmérés lesz. Testmegindex, igen, és testzsírmérés. És akkor a végén mindenki kap egy összefoglaló lapot a állapotáról. Egyébként, és hogyha mi csülészek bármikit kiszűrünk, akkor kap előjegyzést ott helyben, és akkor időpontra tud érkezni hozzánk.
Érdemes egyébként elmenni mindenképpen, és érdemes regisztrálni is. Be is lehet esni, de sokkal jobb, hogyha tudnak róla már az orvosok, hogy kit, mikorra lehet várni, és mire lehet számítani. Egyébként június 3-ától 11-ig lehet jelentkezni 8 és reggel 8 és este 8 óra között a 0630-260-6732-es telefonszámon, mert azt hiszem, hogy mindenképpen jó, hogyha van egy előzetes regisztráció. Masszírozás is lesz, a lényegről ne feledkezzünk el, hiszen remek masszörei vannak a Terézvárosi Egészségügyi Szolgálatnak. Ebben vannak a gyógymasszörök között olyanok is, akik a Vakok és Gyengéllátók Egyesületéhez tartoznak, és azt gondolom, hogy én saját magam kipróbáltam, hogy fantasztikus szakszerű munkát végeznek, tehát erre is lehet előzetesen regisztrálni. Erre viszont érdemes előzetesen regisztrálni. Szív- és érrendszeri szűrés is lesz, ahogy az emlő belmítette, a kardiológus is a helyszínen tartózkodik. Azt gondolom, hogy minden egyes orvosnak érdeke, hogy minél kevesebb beteg ember legyen, és minél hatékonyabb legyen a prevenció. A szűrőnapra mindenkit szeretettel várunk, bármilyen fülorvégészeti panasz, allergiás panasz, halláspanasz, rekedtség, tartós orrfolyás, bármi panasszal lehet jönni. Átbeszéljük a problémát, és hogyha olyan, akkor előjegyzést fognak kapni, tehát szeretettel várunk mindenkit. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Kedves nézőink, én pedig tényleg arra biztatom önöket, hogy jegyezzék elő magukat, illetve vegyenek részt a szűrésen.